Na hát eddig úgy néz ki, persze csak fél nap telt el, de még nem történt kifagyás, és ennek én roppant mód örülök. Ugyan most fogunk AC-zni hamarosan, ami alatt először megtörtént a kifagyás 2 hete. Bízom benne, hogy az első élményeink az AC Origins első DLC-ével, a The Hidden Ones-zal problémamentes lesz. Reméletőleg. Látjátok, több mint 40 órán már azért benne van, 81%-nál járunk 39-es szinten, és itt vannak még ilyen csili-vili statok, hogyha valakit ez érdekel. Bízom benne, hogy a kontroller a délelőtti fűnyíró szimulátorozás után már feltöltött, úgyhogy tudom majd használni. Zöld, úgyhogy úgy néz ki, hogy feltöltött. Ez sosem. Ez elég vészjósló volt, hogy nem nyílt meg a játék full screenben. Na nézzük. Kíváncsi vagyok, srácok. Kíváncsi vagyok a történésekre. Nyomját! Nyomom! Bár nekem az az X. Játék? 39-es szintű mentésünket folytatjuk. Majd kell csinálnunk napi küldit is. Ha jól tudom, srácok, az első DLC, a Hidden Ones egy üzenettel kezdődik. Méghozzá egy olyan üzenettel, hogy levél Tahirától. Ez az. Bayek, nem tudom eléggé kifejezni a bánatomat a levelemben. A sínai félsziget felkelt a rómaiak ellen. Két rejtett életét vesztette egy mészállásba. Én vagyok ezért a felelős, én tanítottam ki őket. Alig bírom összetartani a rejtetteket és szövetkeztem a lázadók vezérével, Gamillattal. Szükségem van a bölcs tanácsaidra, drága barátom. Szereztem neked egy kompot, ami átvisz a vörös tengerem. Kérlek, gyere, Tahira. És így kezdődik a DLC. Jó, ez a DLC egyébként egy 10 eurós DLC. Én nem tudom, én Season Pass-szal együtt vettem, szóval nem tudom, hogy ez most így mennyibe került. Így hirtelen. De a DLC, a Hidden Manzos DLC az 10 euró, és elvileg 4 órányi main story-t tartalmaz. A rejtettek itt van. Tahira felügyeli a rejtettek hivatalát a sínai félszigeten, és Bayek segítségét kéri. Ezt fogjuk most csinálni. És látjátok, innen Memphisből kell indulni. Ez tiszta Star Wars-os volt? A lázadók vezére, kompot szereztek az odajutáshoz. Hát látod, ez ilyen Star Wars copy. Semu! Hen Harriet! Yahoo! Van itt minden. Csak kép megfagyás ne legyen. Szerintetek lesz itt híd? Memphis közepén van híd? Van. Get out of the way! Get out of my way! És, na, hogy én azt néztem, srácok, ott van egy ilyen szinkronizálós pont, úgyhogy arra előtte felmegyünk, mielőtt még a DLC-s területre átmennék. Simba, oh.
Betámadott egy kis bogár. Mivel lehet szerintetek a kis bogarak ellen küzdeni? Nagyon kapjuk a rejtélyes hangokat. Ezek a szinkronizálások nem csak arra jók, hogy így látjuk a környéket, hanem hogy Senu is, vagy nem tudom, Senu? Senu is erősödik vele. Kicsit bágos a szobám. Valamiért megjelentek ilyen kis bogarak, és nagyon szeretik a keylightokat, úgyhogy szeretnek így kamikáze mód neki menni. Egy Bajek nevű férfit keresnek. Az én vagyok. A sínai félszigetre akarnak elvinni. A rejtetek kiegészítő története 4 évvel a főcselekmény szála után játszódik. A játékosoknak el kell érniük a megfelelő fejlettségi szintet, folytatod? Persze. Bajek. I cannot convey the sorrow with which I write to you. Tahira nagyon bánatos. In revolt against the Romans, 2 hidden ones have been killed in a massacre. I am solely responsible. Most épp azt mondja, amit a levélben is írt. To keep the hidden ones together and have allied with the rebel leader Gamilad. I need your wise counsel, dear friend. Please. Tehát a bölcs tanácsaim azok a penge használatok, nem? In blackest night, the Sinai sleeps, exhausted with grief. Sinai alszik a bánattól kifáradva. Teli van a szájuk hamuval, és vért könnyeznek. Ki fogja őket megmenteni? Who will deliver us from despair? Our hero moves with the mist. Ősünk a köddel mozog, halka mint a tenger, és halált hoz magával. Ismeretlen, láthatatlan, de nem bocsát meg. Hadd meséljek róla, Sziva legendája. Árnyék kinek, nebe Bajek. Who is Bajek? Bajek, Bajek, Bajek. Bajek. Sounds like quite a man. Bölcs tanács, csak ügyesen vissza a pengével. The Hidden Ones! És megkaptuk ezt a kinézetet. Átmegyünk nappalra. A Türkisz földje. Négy évvel vagyunk a fő történet szál után. Felkelés van a rómaiak ellen, és meg kell találnunk a rejtettek hivatalát. Egy közeli kilátópont segítségével megtalálhatjuk. Oké. Okay. Na hát, látjátok, átkeltünk a Vörös-tengeren, és ekkora ez a félsziget. Legalábbis ekkora részéhez férhetünk hozzá. Hiye. Az a központ? Ezek szerint?
Bár ahogy látom, ez nem biztos, hogy a központ. De ez a központ. És ott van fölötte egy szinkronizálós pont. A bejárat zárva, és biztosan másik bejárata. Mindjárt nézzük, csak előtte felveszük ezt a szinkronizálós pontot. Menő. Gyors utazás feloldva. Szenú segített felfedezni a titkos bejáratot. Hát én nyomom, ha engedi, nem engedi a játék. Azt akarja, hogy ugorja? Ott egy kincs. Na és itt van valami bejárat, ha jól látom, hátul. Úgyhogy ehhez elő is vesszük a fákját. De sötét van. Takito helytartó. Takito a drámai érzékéről ismert, kegyetlen kőbánya úr. Felnőtt és gyermek rabszolgákat is irányít annak érdekében, hogy a türkiza lehető leghatékonyabban kerüljön kibányászásra. Rufiohoz fűződő erős kapcsolatáról ismert, bár a görög és római színház iránti szeretetem megkülönbözteti tőle. Tahira rajta kapta a kőfejtő tetején, amint szörnyű beszédeket tart a munkásoknak. Ez ideális idő lenne a beavatkozásra. Egyéb esetben összegyűlik a légionáriusaival, de általában szomorú, magányos ember. Ah, the Hidden One's Bureau. Tamozé a kőműves. Tamozé Egyiptom árulója, egy kétszínű ember. Rómához és Kleopátrához kötődve mindkét oldalt a javára játszotta. Úgy tűnik, szent helyeink fosztogatását mélyebb cél motiválja, nem csupán Kleopátra hadi erőfeszítése és Róma kasszája. Informátoraink úgy gondolják, hogy a mélyebb célja valószínűleg kapcsolódik a csillag legenda szilánkjaihoz, mely a lakosságot félelembe tartja. Félelmetes, hogy milyen könnyedén számolja fel a földeket. Ez megint. Capitolinus Amperius. Amperius a római Usipin és Tenceteri kereskedelmi útvonalain edződött, és megbízást kapott arra, hogy a biztonságos kereskedelem biztosítása érdekében erőszakot alkalmazzon. Amunet római irodájának információi alapján az északi barbároknál hatékony volt, és ugyanezeket a módszereket szándékozik alkalmazni a sínai félszigeten. Blokkolja és akadályozza Hórusz útjait Egyiptom keleti határa, ahol csak jónak látja, és a feldarabolást használja, mint kedvenc módszerét a fegyelem és a félelemkeltés fenntartására. Ha az uralkodó falai nem cserélnek gazdát, vagy nem szabadulnak meg a katonáiktól, uralma örökre megmarad. Kedves Tahira, Szenu a soraitok között fog leszállni, Ámon megkapta az imádat, és válaszolni fog rá, amíg Memphis békében él. Az oroszlányaid megszelídülnek, és én a rejtettek között leszek egy holdon belül. Légy éber és erős, és ne hagyd, hogy Hórusz útja, oroszlánok vagy csak állók közé vezessen. A küldetésünk rejtett, de egy örök árnyék, mely minden földet be kell borítson. Írta Ámon. Na nézzük. Bayek, greatest of them all. Pancsi. I have heard the songs. Ő hallott történeteket, ez nagyon jó. És te? My name is Kashta. Ő Kashta. It is an honor to meet you, mentor. No formalities, Kashta. We are both equally hidden ones.
Bajek szerint mind egyenlőek vagyunk, mint rejtettek. Itt van Gamilat. Tahira. Oh, Bajek, thank the gods you have come. Tahira örül nekünk. These are the swords of two hidden ones I recruited. Mészárlás közbe haltak meg a rejtettek, az a kettő rejtett. This is Gamilat, leader of the Nabatean rebels. Jó, a lázadók vezetője, Gamilat. What happened? We retreated through the village. Falun keresztül vonultak vissza, a romaiak küldözték őket, és a falusiakon vezették le a mérgüket. Ártatlan férfiakat és nőket öltek meg. A rejtettek meg próbálták megállítani őket, és kudarcot vallottak. Tahira, what has been done cannot be undone. A rejteteknek nincs helyük a csatákban, de segíthetünk a lázadásnak abban, hogy megöljük a római vezetőt. Három hadnagya van itt a sínai félszigeten Rufiónak, őket kell megölni. És azzal tudunk segíteni. Are one and the same. We have hidden ones watching. Rejtetek figyelik Rufio hadnagyait, ők mindent elmondanak, amit tudni kell. Jó. Kaptunk egy 43-as küldit rögtön. Meg kaptunk egy csomó küldetést. Hello, PS4-re is megvan magyarul? Nekem nincs meg PS4-re ez az Origins. Magyarul meg pláne nincs meg. Egyébként felkiált el magyarítás, beírod ezt a parancsot, és akkor meg tudod nézni, hogy megvan-e magyarul tehát hogy van-e magyarítás a játékhoz. A sínai félsziget térképe. Hát itt van 3X, gondolom ott van a 3 vezető. És most már kinyitották a tetőt. Azt mondja, hogy főküldetés. Ahol a rabszolgák meghalnak. Az információkból, amiket Tahira szerzett, Bajek a kőfejtő kapitányának Takitónak a keresésére indul. Rabszolgákat szállítanak a hajókon, kortól függetlenül, és Takitó jelenleg az újoncokat üdvözli. Azt pletykálják, hogy a lázadók a művezető rezsimével is szembeszálltak, mivel néhányuk családját elrabolták. Mehet. Egyébként a nem hivatalos fordítások azok, hát hogy is mondjam, nem túl jogszerű, tehát hogy nem túl jogszerű módja van a nem hivatalos magyarításoknak, úgyhogy hát na, azokat én nem népszerűsítem. Hivatalos magyarítás pedig az Originshez nem készült, tehát hogy nincs benne alapból a magyar nyelv. Jó helyen vagyunk? Jó helyen vagyunk. Ah, Bajek. It is time to dispose of Rufio's lieutenant. Tacito often comes out to roost atop the quarry. He is a brutal officer. Brutális felügyelő. Takito, a hóhér. Az igen. Te leszel a következő, hogyha elejted a kavicsot. Azt mutatta. Hát igen, legalább a rabszolgának most már nem kell tovább cipelni a követ, igen.
stay close by and get a view of this worker before we pounce on him like sin. But are you sure it is wise to kill him in the open? Tahira, this sends a message. The Hidden Ones will not settle for any oppressor. Azt a rohadt menjen, nem én. Szia, Hydra boss, szevasztok, srácok. Na. De most elég egy targetet megölni? Én ki akarom clearálni. Na gyere! Az igen! Az igen! Rögtön levitte a fél HP-mat. Az igen! Hát ha ti így, akkor én is így. Huszonkétezer XP jár ezért a küldér. Úristen, ki volt az? Ki volt az? Júj! Ott is van. Jó. Neki gyanús lettem, srácok. De csak neki a minden igaz. Utolsó lövedékünk. Ő tudja? Ő tudja? Jó. Szépen, nagyon-nagyon-nagyon szépen kapják. Ott van valami küldi. Elvileg két helyen van kincs. Az egyik ott van, a másik pedig ott fönt. Talán nem beütött a gravitáció. Igen, így megütöttem, azt lejjebb zuhant. You have freedom. Now use it. He's too strong for me. Damn it. Take back Nabatia. Szóval megnézzük, mi ez a mellékküldi.
Shimut. Can you find it? It must be found. Shimutat meg kell találni. Addig csak fogjuk, de amint kiszabadítod őket, mindenki assassin lesz. Főleg, hogy a tüzes kardommal csapok oda. Ő meghal szerinted? Nem, nem hal meg. Srácok! Legendás pajzsot kaptunk. Very big. Parancsnok. Az egy dolog, hogy elfogjuk a lázadókat, de az lenne a legjobb, ha a ketrecükbe tartanánk őket. Minden második este közülük néhányan titokzatos módon elmenekül. Megnéztem a ketreceket, és úgy tűnik, hogy az ajtók nem biztonságosak. Egyetlen nyíl darabokra tépheti őket. Ennek ellenére folytassák a vadászatot a hegyek. Kártevő jellem. A békét a háború biztosítja Cornelius Nepos. Mondta ezt Takito. Na nézzük. Hát ezt úgyse fogják tudni, hogy én voltam. És te ott? Nagyon jó. Hol a buksia? Ott van. Oké. Kapta. Ez jól esett. Mehetünk tovább. Mindjárt meghal a teljes csapata. Én ide csapdát akarok telepíteni. Na tessék, kaptunk 150 XP-t. Meg lett a 40-es szint. Jó. Köszi, köszi, srácok. Nagyon jó. Jó. Ki tudjuk őket így szabadítani szerintetek? Aha. Aha, igen, igen. Most az Odysseyt kezdtem el, még az első 10 órán van benne, de még lesz, hogy 100 óra. Ó, ez egy jó kaland lesz, Hydra boss. Nyomjad, nyomjad. Na, tehát, hogyha ő ott... Az helyzet nem akar megállni.
haverjának ott nem tűnt fel, hogy megöltek mellette valakit, úgyhogy... Ujjjjj. Nagyon jó. Na! Easy. Let Osiris maul your car in eternity. Kapitány, örömmel fogadjuk az új munkásszállítmányt. Remélem számíthatunk önre, hogy megvédje a tábort egy esetleges felkeléstől. Ez a nagyon nagy lelkű befektetés Romától, és ez a művelet semmilyen körülmény között nem vallott kudarcot. A saját szemeimmel láttam, ahogy egy lázadó söpredék megpróbál beszivárogni ebbe a kőfejtőbe, és maga hagyta, hogy egy bizonyos mértékig sikerüljön is neki. Mindenki tévedhet, de csak a balga ragaszkodik tévedéséhez. Marcus Tullius Cicero. Ha keresztül lövöd a lángon, akkor lángolni fog a nyílvessző. Aha. Durva mi? Na, könnyítsünk rajta. Hát ő csúnyán megkapta. Ő volt a boss. Egyiptomiak, Róma lesz a bölcs mesteretek. A rend örök. Találkoznom kell Tahirával. A rendőrök. Ugye... Ez azért durva, mert hogy mindenkit kicsináltunk a rendből, akit csak lehetett. Azért nem érti Bayek, hogy most mi van. A rendőrök, a E-Hunter. Igen. Az igen, és kaptunk egy legendary lánzsát.
A játék csak úgy dobálja a legendary cuccokat. Escape again. The foot has given me luck. But I wanted to tell you. Mivel meccsen voltál, nem a rendőrök felkiáltás akart ez lenne? Lehet. Bár az emberek már inkább a filakeket akarják. Filákokat. Méghozzá Szekmet lencsája másodpercenként 1200 mana tápolásra képes. Na. Come. Attól félek, még több római közeledik. Takitónak ennél több embere van, ez biztos. Öld meg a rómaiakat Takitó táborába. Hát de megöltük őket. Jaj, srácok. You may never rebel against great Rome. Most ez mi? Rádebáltam egy hullára. Most mi? Ja, ott van, tudod. Kész? Kész! As are you, Tahira. You still fight with Sobek. A great victory for the Nabateans! Nagy győzelem a Nabateusoknak. Ensure this quarry remains in good hands. That will be hard. Jó, tehát hogy jó kézbe kell tartani a kőfejtőt, gondolom nem a rómaiak kezébe. Resilience is your greatest weapon. Az erej a legnagyobb fegyvered. He told us of the hidden ones, great shadowy heroes. No one works for the hidden ones. Well, thank you for defending us. If I see your sigil in the future. Ha jövőben látni fogja a jelünket, akkor emlékezni fog ránk. 22000 XP. Tehát ez egy semmi küldetés volt, de látjátok, szintet léptünk. Lázadók mostantól aktívak Sheenán. Tehát ez egy full easy küldetés volt, skacok. Igen, már a lázat is megadózzák. Azt mondja, hogy letaglózó őrjöngés, mikor letaglózó támadást viszel végbe, visszanyersz egy kis életet, és minden negatív hatástól megszabadulsz. Na, ez kellett. 22000 XP ilyen kis küldér, ez... ez nagyon durva. Emlékszem, nem emlékszem, eltűnt, elveszett, elhagytam, bujkál, alszik. Megszabadott, elmerült, Gerta, csalódást okoztál. Nem akarlak zavarni. Menj innen, nem tartozik rád. Gerta megoldja, és sohasem beszéltem Kincsről. Biztosan nem. De meg tudod találni? Nekem? Elhagytam, biztos vagyok benne. Valahol elhagytam, biztos leírtam. Utazásaim során eldobálom az írásaimat, tekercseket hagyok hátra, a bánat ösvényeként, mindenhol, ahol járok, olvasd el ezt.
Jaj, ójaj, elöldöztek az otthonomból. Egy csoport bandita boldogtalanok voltak az előző incidens miatt. Jöttek, hogy megtaláljanak Gertának, és nekem el kellett menekülnünk. Gerta lelassított minket. Miért is terhelem magam ilyen síralmas utazótársal? Biztonságba ideértünk, azonban Gerta eltűnt, és most egyedül kell megtalálnom az elveszett kincsemet. Fura alak ez a... Simot. Simut és Gerta balladája. Ja, egyébként most a célpontoknál azt hittem, hogy megjelent valaki, de nem. Szevasz, Bazsi! Jé, milyen érdekes AC Origins meski, és itt vagy? Wow! Mi újság? Szia, Bone Spirit! Üdvözlök, srácok! Mi újság? Várod a pizzán? Na, milyen pizza lesz? Én baba piskótás... barack... tehát baba piskótát ettem barack lekvára. Jújjúj! Új, mélyre jöttünk. Na-na. Okosan. Én itt sem voltam. Elvileg itt élt Simót, azt mondják. Sima szalámi és olivával. Na, nyomasd, nyomasd, Azsi. Majd, ha megjön, persze. Hey, what? Bajek, te nem tudsz célozni, vagy mi a bajod? Ettetek már salátát mostárral? Nem. Találtunk egy kiváló helyet, ahol elrejtjük a holttesteket, csak dobj ide bárkit, akit megölsz. Figyelj, hogy nehogy valaki túl közel tévedjen a romok bejáratához a víz mellett. Ha valaki felfedezi a rejtek helyünket, egyszerűen öld meg és rejtsd el a testet a többi közé. Tehát azt kérdezi Bajek, hogyha ezek voltak Simutnak a kincsei, akkor mi az, ami még ennél is értékesebb volt itt? Szia, farkaskölyök, mi újság? Simót második tekercse. A romoknál találva. Végre hazaértem. A helyre, ahová összegyűjtöm az összes ősi tárgyat, amit a félszigeten találtam. De micsoda borzasztó nap. Úgy tűnik elvesztettem a legértékesebb kincsemet. A veszett kutyák ódójába történt kalandom óta tiszta zámtojás az elmém. Tiszta őrült voltam ma, hogy beléptem oda. Vajon ott hagytam el a kincseimet? Semmi újra, itt lehetek végre, sajnos az elmúlt hetekben szépen találtam, de a lakás elkészült. Ezek a kis bogarak.
De cserébe járatok fizikoterápiára. Na basszus, jobbulást, farkaskölyök, mi hamarabbi felépülés nekem? De örülök, hogy legalább a lakás megvan. Az is valami. Igaz, hogy a hátad árán. Találd meg Simót kincsét a hiéna óduba. Az igen. Az uralkodó falai. És itt van egy magaslati pont, úgyhogy erre fölmegyünk. Meghúztad magad, vagy mi történt egyébként, farkaskölyök? Közben egyébként Konix kérdésére válaszolt Scott, hogy ettük-e már a salátát mustára, és hát Scott azt mondta, hogy ő evőeszközzel könnyebben szokott salátát enni. Ez gyorsan megmászuk, srácok, aztán megyünk vissza. Szétment a porckorongom. Ú, basszus. Szevasz, Feri. Ott is van! Nekem ez tetszik. Legalább lesz mit most pótolni? Hát igen. Bejek, mint akinek a 7562. ugrása olyan érzelmeket vett fel az arca. Hát igen. Már teljesen át volt szellemülve. Merre járkálunk egyébként? Aha, aha. Aha, ott... Tehát itt kiliráltuk ezt a részt. Aztán elmentünk ide, és most itt kerülünk egyet, hogy oda menjünk. Jó. Nem lesz probléma. Valószínűleg a víziló kinézett magának. Súr kőfejtő. És ez itt micsoda? Itt is lehet szkennelni egyet. Srácok, szkenneljünk itt is egyet. Na nézd meg! Nézd meg! Nice. Lehet, hogy küldetés van a közelbe, de nekem a küldetésem most, hogy ezt megmásszam. Vagy tehát ez a 3-4 hét átfarkaskölyök szívás volt. Mert nem voltál itt. Nem, azért volt szívás, mert kezdtem megadni magát, vagy kezdi megadni magát a
az alaplapom nagy valószínűséggel, úgyhogy azért vannak ilyen fagyogatások, sajnos lassan már második hete, úgyhogy második hete nincsen hétvégém ebből kifolyólag. Sajnos. De egyébként azt leszámítva, legalább az egészségem az így rendben van. Tazin, hán! Hát szevasz! Wow! 50 hónap! 50 hónap! Az komoly, Tazin. Köszi szépen a támogatásodat! Beregenek, srácok, a szvegek. Mi a helyzet? Látom már... Jó, én nem ezt a gombot kerestem. Látom már... Nálad is ott van az új badge. Ja igen, farkaskölyök, elkezdtük beaktiválni az új badge-eket. Hora volt a bemondás? Nem jól mondta be a You Have Returned-ot? Szemez, most kíváncsi váltettél. You have returned. Most megnézzük. Ra volt a bemondás? Nem jobb. Nálam jó. Éppen most lested meg az Andornak a trélerét? Hoppácska. Ez most jött ki, nem? Jól rémlik? Az előbb, mint a kétszer volt, mondta volna be az egyiken. Az fura. Ja, akkor ez az újdonság lesz. Majd valószínűleg este fogjuk megnézni Adrival. Kíváncsi vagyok. Nem beszéltünk azóta a Tazián, de te is biztos szomorúan hallottad a hírét, hogy leállították a Kotor remake-et. Szevasz, Ironside! Köszi szépen a pergetést, Szemánze és Farkaskölyök, illetve Scott. Többiek is nyugodtan pergethetik a szvegeket, hogyha éppen úgy van. Na most, srácok! Ott is van! De legalább pénteken jön az újabb LSV film, az micsoda? Hegyi kereskedelem. Kialakítottunk egy üzletet egy törzsel fent a hegyekben. Jó üzlet, viszont kockázatos. Elég sok a vadállat odafenn. Hát... Igen. Jó volt ez a kereskedelmi útvonal. Mindenki belehalt.
Jaj, Lego Star Wars-os. Ó, köszi az infót. Azokat szeretjük. Tenna fejezted be a Kenobit? Na és tetszett Ironside? Simut harmadik tekercsem, a Hiéna Óduban találva. Belebotlottam valami nomádokba. Pár mérföld után találkoztunk egy falka veszett kutyával. Gerta ügyesen elmenekült, de a kutyák megölték a nomádokat. Engem pedig bevonszoltak az odójukba. Érdekes módon a kutyák odója tele volt gyönyörű festményekkel. Nut istennőről. Lehetséges, hogy a kutyák tudnak festeni. Az nagy őrültség lenne. Majdnem olyan őrültség, mint egy kis barlangba bujkálni, ami egy undorító szagú bandita rejtek hely közelébe van. Tényleg, Tarzián, te nem nyomtad ezt a gémet? Nut istennő, az ég és az éj istennője. Próbáltam a State? Aha, nem csak hogy próbáltam, végig is nyomtuk előző héten. Meg az As Dusk Falls-t is, az is nagyon tetszett nekem. Az Origins nem. Az rémlet, hogy te AC-sztál, az ilyen, csak az nem rémlet, hogy a korábbiakkal is. De ezek szerint akkor csak a Valhalla ment. Jaja. Előző héten befejeztük az It Takes Two-t, a Strayt és az As Dusk Falls-t is. Kérdezz nyugodtan, farkasokán, nincs azzal gond. Pillanat, srácok. Korábbiakkal is pergettem, de ez kimaradt, aha. Én legszélesebben az Odyssey-t nyomnám. De úgy voltam vele, hogy ha már ez az új trilógia, akkor jó lenne megismerni, hogy miből lett az Odyssey, és miből lett a Valhalla, úgymond. Mert azért hozzám a görög mitológia jóval közelebb áll, mint az egyiptomi. 45-ös célpont. BTF. Valhalla vélemény kérdőjel. Nekem tetszett a Valhalla, de nem játszottam végig. 10-20 órán van csak benne. Az egy Valhallához képest pedig semmi. De te honnan tudtad? Hey now! Nekem is megvan, azért kérdem. Ja. Kapta a kapitányos. What?
Ja, azt hittem, hogy fejbe lőttelek, sorry. Azt hittem, fejbe lőttem, srácok. Ott egy 45-ös enemy. Ez egy másik plac. Hát mindegy, megnézzük. Mi baj lehet, ugye? Azt mondja, hogy távolsági sebzés növelés, közelharci sebzés növelés, az kell. A soul frame az nekem nincs, meg nem vágom. Jujjujjujj! Jézus! Ez a lángolós kard elég nagy cheat. Továbbra is. 41-esen megöltük a 45-öst. Hogy érzem a DLC-t? Jóféle, tetszik. Tetszik, Bazsi. Én a Baron Breakfast-re leszek kíváncsi? Arra én is, arra én is. Már előző héten meg szerettem volna nézni, csak nagyon ideges voltam a Capture Cardos para miatt. Azok a neketek a táborba próbálnak meggyőzni, hogy menjek vissza hozzájuk. Soha. Azt állítják, a K felsőbb rendű, mint a bá. Ez egyszerűen helytelen. Biztos úgy van. Én, mi a K és mi a bá, srácok? A K azzal, ami arról már beszéltek a játékban, de meg nem mondom most így nektek, hogy micsoda. Viszont a bá, arról még nem hallottam. Milyen fényes lett a csuklopántunk. Mind a kettő a lelket jelent, és mi a különbség? I should be cautious around here. I should be cautious around here. Na, itt büdi van. Ah, of course. Azt már ennyire nem tudod? Simót negyedik tekercsem. A ballamba találva.
Az istenek megfosztottak a szerencsémtől. Mikor a sivatagban kutattam ősi kincsekért, ettem egy nagyon finom, de furcsán kinéző növényt. Egyből elájultam, és amikor magamhoz tértem, egy csoport bandita ünnepelte a beavatásomat kis körükbe. Miután ittam nagyon sok mésört, bejelentettem, hogy könnyítenem kell magamon, és elindultam egy szörnyen szagos gödör felé, hogy pisírhessek. Majd felfedeztem ezt a rejtett barlangot a közelben. Remélem, hamar elmenekülhetek innen. Gerta okos, biztos a sivatagba vár rám a rá jellemző türelmével. Köszönöm Ámon, hogy volt eszem eldugni a kincsemet a kőfejtő elárasztott részén. Ős lények csontjai. A Ká az emberbe lakozó erő, amely életbe tartja őt, a Bá pedig a saját, tehát a Bá pedig a lélek, a saját lélek. Aha. Hát, aha, értem. Mármint, hogy nem értem, de hiszek neked, hogy így van. Hey, sweep the area. Thought I saw something. Watch my back. Ah. Ha te mondod... De most elmenekülsz? Jó. Eddig jó ez a mellékküldetés, kíváncsi vagyok, hogy mennyi XP-t kapok érte. Hogy tudtak ennyi gyökérséget kitalálni ezek az emberek amúgy? Az emberek szeretnek hinni dolgokba. A K, ami megkülönbözteti az élőt az élettelentől, a B a személyes lelke valakinek. Mi az, hogy személyes lélek? Személyes lélek. Szerintem lélek már nincs senkibe, amikor meghal. Phoenix. Hát káosz biztosan nincs, de szerintem bá sincsen. Ha engem kérdezem. Sanguinum, vital sanguinum, tessék. Oké. Kapjuk itt a jobbnál jobb kardokat. Lille Pichpang, szia! Szevasztok, sáncok! Ezt írja a bára a Vikus, amikor az ember meghal, átmenetileg elhagyja a holttestet, majd újra visszatér bele. Értem. Ez az ilyen lélekvándorlásos dolog amúgy? Nagyon menő ez a cucca, ami mutatja, hogy hova nézek? Itt van, akkor figyelj csak, most elnézek a távolba, és látod, ilyenkor a képernyőnek a nagy része sötét, ami a közelembe van. Most ide nézek le, és látod, világos lett a képernyő aja, ami eddig sötét volt. Most elnézek a távolba a vízre, és közben minden sötét lesz. Most pedig világos, ami itt van közel. Menő, mi?
ez itt már varázslás. I have been scrambling across the desert following a trail of your writings. I know how to write? That's wonderful. Ez a Simót valami, izé, fura ember. Elrejtette a kincset egy korsóba, és itt el lett sülyeztve. Very well. Tehát a kincs a víz alatti korsóba van. Hát elvileg akkor... Ez elvileg akkor ennyi. Így ide jövünk, azt kifosztjuk. Hoppá. Az helyzet, hogy itt sok a lót. Jó, de most így... Hát, hogy nem tudom, így... Hogy találták ki ezeket a ládákat? Üres a köcsög. Tehát, hogy itt egy láda, és benne van három arany. Három arany az semmi. Azt hiszem, valaki észrevett. Ja, valami kroki. Flamingó láb nyaklánc. Ja, nagy a kroki. Na, itt meg kígyó van. A kígyók, akik egyébként viszik a 3/4 HP-mat. Átkozott kígyók, figyelem minden munkásnak, mérges kígyók a környéken. Megöljük mindet, de minden reggel, amikor visszatérünk, újra megjelennek. Két ács meghalt a rapások miatt. Nyerjetek rendkívül óvatossággal. Hát, megtaláltam őket. Megtaláltuk a flamingó lábát. A flamingo foot. This is your treasure. Come along with me. You are due a reward. Na, hát elvileg jutalmat kapunk a szerencsehozó flamingó láb miatt. Igen, mert rossz oldalról jöttünk, és így a kőtábla nem tudott minket időbe figyelmeztetni. Na. Vajon miért kötelez minket a játék arra, hogy bókoljunk? Köte! This kind neb has found my lucky talisman. You have been such a disappointment to me. Gerta a lova. To care about my treasure and all the while worrying only about your hump. Our friendship is over. I award you to this man. Perhaps you can be a better friend to him. Thank you. 12,000 XP. Ebbe a barátja, és nekünk adta. Nekünk adta a barátját. Amúgy elég menőn néz ki, srácok. Gerta a teve. Na jó. Küldetés. Az uralkodó falai. Minden árunak a sínai félszigeten kötelező átmenni az erődön, melyet csak úgy ismernek, az uralkodó falai.
Rufio Amperiuszt bízta meg az erőd irányításával. Személyesen vizsgálja meg a félszigetre érkező és azt elhagyó árukat, hogy rejten maradjon, úgy öltözik, mint kapitányai. Emiatt Senu nem tudja felismerni. Tehát gyakorlatilag mindenkit ki kell írtani. Ez vonatkozik a tevére is, hogy ajándéklónak? Hát szerintem igen. Egyiptomban úgy ismerték a mondást, hogy ajándéktevének ne nézz a púpját. El kell menni egy régi őrtoronyhoz. Jaj, ti vagytok a... Ma még nem találkoztam veletek, de jó, hogy itt vagytok. Fú, srácok. Fú. Jó kis random patrol. Azt mondja, hogy találd meg a papíruszt. De nem akarom. Egy. Kettő. És mindhárom kakaós csiga közepébe belelőttünk. Na, hát ez... Ahogy Osiriszt szétszagadtam a sivatagban, úgy fogom azokat is, akik az utamba állnak, nincs helye azoknak az alvilágban, akik feldühítenek, szétnek a dala. Rejtőző cserje. Az uralkodó falainak keleti oldalán találsz engem egy bokros falat, ami egyedül nő a sziklán. Nehéz minket a táboron belülről meglátni, mivel egy torony rejt el bennünket a kíváncsi tekintetek elől. Jó kis papírusz. Jövök már! Over here! Itt vagyok. Tahira mondta, hogy jössz. Mi a célpontom? Amperius. Ő felügyeli a félsziget kereskedelmét. Lent megtalálod őt. Minden csepp vért kifacsar az emberekből a pénzért, ami Horus útján és azokon a falakon halad át. Hogyan ismerem fel? Na ez lesz a probléma. Pontosan úgy öltözik, mint kapitányai. Messziről lehetetlen felismerni. Biztos, hogy itt van? Jó. I will bring him there. He is dressed like all the others. Nem baj. Mindenkit megölünk, csak a szokásos srácok. Csak a szokásos. Csak a szoki.
is off limits. De ez mi volt? Bayek, mit csinálsz? Nagy a baj, igen. Saved. Saved, srácok, saved. Ki tudja, meddig saved. Azt a rohadt. Hát... Asta. Na, parancsnok kaptam. Itt van kettő kincs mellettünk. Hát meg kell nézni, hogy hogyan áll. Hát az a gond, hogy úgy áll, hogy így simán észre tud minket venni, szóval itt kell feljönni. Vajon hogy áll itt? Pont jól. Szerelmes levél Amperiusnak. Amperius szerelmem, a csókjaidra sóvárog a testem, a kezeidre vágynak a melleim, kamatos túl fogom törleszteni. Az idióta férjem az unoka testvérénél van. Találkozunk éjszaka az erőt pincéiben. És rendezzük a számlákat, úgy, ahogy tanítottad nekem. A titkos szeretőd, Sitri. De szeretnek ezek erőt pincékbe találkozni. Amperius levele Rufióhoz. Üdvözlet, Rufió generális. Örömömre szolgál tudatni önnel, hogy a kereskedőktől beszedett bevétel 23%-kal növekedett. Úgy vélem, hogy ez a szigorú büntetéseknek köszönhető, amiket a csempészetre és az adócsalásra vetettem ki. Ezen felül mostantól az uzsorásoktól is 100%-ot csikarok ki, ami jelentősen hozzáad a bevételünkhöz. Mellékeltem a bevételt, természetesen az én részemet, és egy kis szükséges kenőpénzt leszámítva. Dicsőség Rompának, Amperius. Nem, Sitri, szigorúan Sitri. Na várjunk.
6 kincs van, és az egyik ott van. De gyorsan át kell menni. Jaj. Minőségi pajzs. Itt egy főnök mellettünk. Hello! Neki mennyire fáj, hogyha fejbe lövöm? Semennyire. És neki se fáj. Az ciki. Szerintem ő lesz itt a főni. Aki itt van fönt. Ő lesz a főni. That must be Ampelius. Mondtam. Sikerült. Ampelius megvan. 10 11 Jézus. A rendőrök. Az ügyintéző Ampelius. 15.000 XP a zsebben. Hey, what? Hey, what? Did anyone teach you how to use that? Hogy mi? Na.
Hello! Úristen, ki volt az? Ki volt az? Istenem, mázz már meg, Bayek, hát mi van veled? Ott? Ki beszél és honnan? Ja, látom. Az nagy baj, srácok. Jó. Hihi. Ne, ott, srácok, ott maradt még valami kincs. Sister! Sister! Futi utána, futi utána! De mondom, fut, de mit csinálsz, Bayek? Ő ezt pont látta. Fuk. Jó, jó. Pont alattunk van valahol. Valami kincs. Haveroknak közben nem tűnik fel, hogy én itt ölöm a népeket? Valószínűleg nem. De a haversrác megszivatott. Hát igen, ezekért csak 5 XP jár, sajnos. Á. Ki? Cannot be to be
Ő még akar. Lent vannak valami plusz lótak. Igen, ez is egy kapitány volt. Gyere, gyere! Jó lesz, gyere, gyere! Tehát vannak még itt kincsek, amiket még nem találtam meg, hogy hogy lehet oda menni. És begyűjteni azokat. Azt mondta, hogy magic. Én is azt mondom, hogy magic. Na. Aha! Egyet már látok. És lehet még lejjebb menni. Ez jó hely. Véletlenül sincs tele lúttal. És most mi éppen egy híd alatt vagyunk. Ja, azt hiszem nem erre kéne tovább mennünk. Lehet csak egy opcionális bejárat. Tiszter a testvéreid, itt egy küldetés. Hány százaléknál tartok a játékban? Hát, már pár napja 81%. Most kezdjük a DLC-t. Hogyha ez számít, Bence. Megcsúszott. Hogy tetszik? Brutál jó. Brutál jó ez a game. Oh,
Hozd ki a rejtett testvért. Bayek megpróbál bejutni az áthatolhatatlan uralkodó falaiba, hogy megfelelő temetést adhasson a bent elhunyt rejtetnek. A törődés és a tisztelet az elhunyt rejtettek felé öröklődni fog. Ez Origins után mi a terv, ha ki van játszva? Amit, hogy akarok-e odisszízni? Na, nehogy akarok. Majd. Majd akarok bizony. I shall honor you, loyal servant to our creed. De még nem tudom egyébként, hogy... melyik legyen a következő game, amit így végig akarok játszani. Valószínűleg akkor fogjuk az Odyssey-t nyomni, hogyha elkészül a magyarítás hozzá, elvileg már nem kell sokat várni. Aztán ki tudja. De... tényleg nem akarok AC után AC-t játszani, nem akarom túltolni. El kell temetni a testvériség másik tagját. Nagyon sok gyémánt kristályt kapunk. Hát kíváncsi leszek majd az Odyssey-re, srácok, vagy milyen. Horus vezessen téged az örök nádmezőkön, és álmon ragyogjon a lelkedre. I will stay with the hidden one. Srácok. Him off to the field of reeds. Easy 8000 XP. Thank you, Bayek. Easy 8000 XP. Visszaöltözünk közben Horus Ruciába. Küldetések. Oké, és tehát most ezt az uralkodó falait tisztogattuk. És a következő küldetés, ami jöhetne, de még nem jön, mert jó lenne elérni a 43-at, aztán elmegyünk, az a lenyugvó nap. Tehát ez a Potemix küldetés. Ez a Potemix küldetés lesz, srácok. Hát de nem gabcsi. A Scarabeus árnyékai a gyilkos... A gyilkos árny mehet. Én nem tudom mi az. Én csak azért tudom, mert... unokatesomnak az volt a neve a Retri Paladinjának a WoW-ba.
What? Azt láttátok? Legyen ez egy emlékeztető, hogy a legkisebb rabszolgának kell dolgozniuk. Hogy a legkisebb rabszolgáknak kell dolgozniuk a kőfejtő új részén, ahová más rabszolgák nem tudnak bejutni. Az új bányarészt Szeset barlangjának neveztük el, és azért létesítettük, hogy az újabban felfedezett ásványokat ki tudjuk nyerni. Ha nem vagy klausztrofóbiás, akkor magad is megtekinteted, ha eléred a kőfejtő föld alatti alagútjait, amelyeket a tenger felüli bejárattól tudsz elérni. Úrusz útja, a gyilkos árnya. Ahogy Bayek felfedezi a Vörös-tenger régióit, nyomokat talál egy hatalmas és kegyetlen rabszolgakereskedőről. A kőfejtő egy új része megnyílik, de nem mindenkinek van lehetősége, hogy ott dolgozzon, hanem csak is a legkisebbeknek. Hogy teljesen kihasználhassák ezt a területet, sok gyermeket vittek el a kőfejtőbe, ahol örök rabszolgaságra lettek ítélve. Egy rabszolgakereskedő az utolsó megmaradt része Takito sötét emlékének ebben a kőfejtőben. Tehát van egy rabszolgakereskedő ezen a részen. Aha, és itt kell bemenni. Harwin knows how to pick his workers. It is a wonder these children didn't build Amenesi's pyramid. Aha, ott vannak a kincsek. Ah, so this is the secret. I heard Osiris killed himself instead of coming here. Kérlek, Osiris, jöjj és vigyél el engem. I prefer death to slavery. Inkább a halál, mint a rabszolgaság. Mindjárt srácok, mindjárt csak először lootolok egy kicsit, jó? Nagyon jó. Nagyon jó a loot. Na mi a helyzet? Én vagyok a gyilkos sárny, így van. Mindegyiket egy rabszolgakereskedőtől vették el. Megöljük majd azt a beteg embert, a kereskedőt. Már értem, miért van ilyen jó híred. Killer Shadow. Találd meg és öld meg Harvát. Azt hittem, hogy ez valami durvább barlang rész lesz, de hát semmi, látjátok. Ilyen kis semmi. Gyilkos árnya. Milyen jó, hogy ott az északi árnya. Tyűha! Ez jó lesz, ahogy látom. Pont ott van mellette egy filakitáj. Yahoo! Na gyere! Nyomod! Mi a terv? Érdekes. Érdekes, hát meg lesz előbb-utóbb. Mindjárt odaérünk, srácok. GG. Hát GG. Van baj, srácok. Van baj a pathfindinggal. Igen, ezt a hajót már átnéztük. Ez a teve legalább nem ugrik le a magasban, mint az a félkegyelmű ló Elden Ringben. Ú, az de jó.
Itt is van egy tábor, ezt is majd küldetéssel fogjuk kitisztítani. Már megint sötét lett. ...350 méterre van egy pont, ahol... Hát oda megyünk először. Ha van ilyen szinkronizációs hely. Wow, de menő! Ez milyen hely lehet? Totnak a temploma. Szevasz, Kenderlovag! Végre látsz élő streamben is. Hát igen. Nem lehet könnyű azoknak, akik napközben nyomják a melót. Szevasz, Ben! A maximálisben. Képzeld, Ben, ma 20 minutes till dawn nyomtuk. A fűnyíró szimulátorozás után. Igen, mert a lónak a fall damage-e nagyon furán működik, Bazsi. Már megint éjszakázás volt benn? Sikerült kipihenned magad azért? Amúgy kérdeztétek, hogy milyen játék jön az AC után? Hát persze eszembe jutott. A Pókember. A Pokembert fogjuk majd nyomni, ami most jelenik meg 18-án, azt hiszem. Hát persze, hogy már ki van találva, hogy mit fogunk nyomni. Csak most így hirtelen nem ugrat be. Bál temploma! A Diablo copy. Tiszta Diablo copy ez a játék. Szomszéd úgy döntött, hogy hajnali 6-kor lebontja a lakást. Fú! Meghalt. Jó. Release the capture the slave kid. Én a gyilkos árnya. Bál egy mezopotám istenség volt. Hoppá, nem is tudtam. 8000 XP. Könnyed 8000 XP megint csak. Yahoo. És ez itt Arizona. Arizona? Wow. Kéne napi küldit csinálni.
Ja, kapta, csúnyán kapta. Ja, és közben 43-asok lettünk. Mondom, elképesztően dobálja a szinteket a DLC. Na, amit mi ki akarunk rakni, az a kifosztásos ölés. Amikor ölünk, automatikusan fosztunk is, így nem kell figyelnem arra, hogy... Tá, kalapácsa. Képes ellenállni az igazi dűnek. Ezt beátváltunk. Ja, szóval megnéztük a 20 Minutes Till Dawn-ba az új karaktert, meg az új fegyvert is, meg megcsináltuk a 10-es Darkness-t. Menőn néz ki. Bár hasonlít egyébként a skinje a Gertára. Tök jó, hogy itt már ilyen skineket lehet szerezni. Jó, de jól néz ki amúgy ez a hátas. Azt hiszem 12-nél állok, nekem annyira nem adja az új kari, a fegyver viszont igen. Jó volt kipróbálni az új karaktert, meg a fegyvert is, de nem a kedvencem az helyzet. Nem beszél velünk a kisrác, lehet, hogy itt nem ad küldit. Kérdés. Át lehet menni... másik zónába? Vissza lehet menni, srácok? Vagy lehet most így napi küldit csinálni? Mert most nem akar adni napi küldit. Tehát, hogy átjöttem ide a DLC-s területre, tudok-e csinálni napi küldit? És ha tudok csinálni, akkor hogy tudok, mert hogy itt nem ad küldit? Reda. Vissza lehet menni? Akkor vissza kéne mennem valószínűleg. Azt mondta a bácsi, jó leves, jó leves. Na és hogy lehet visszamenni a hajóval, ahonnan jöttünk? Már akkor kb. Visszamegyünk. Megcsináljuk a napit és ennyi. Akkor mára. A mapon valamelyik gombbal. Olyan van, hogy minden ikon, csak barát. Aha. Atlasz. Köszönöm szépen. Wow. De jó. Köszi, Shepard. Köszi, srácok. Pa-ra-ra-ra, pa-ra-ra-ra. Ez mi volt? Pharos? Pharos az alexandriai világító torony a világ 7 csodáinak egyike? Tényleg? Na, tehát most Reda kell nekünk. Csak azt nem tudom, hogy hol lehet őt megtalálni. Azt tudom, hogy vándor kereskedő, tehát mindig máshol van. De most hol van? Mondjuk menjünk el Alexandriába? Nem mutatja. Vagy ő lenne az? Aha, jó. Megvan, srácok. Sorry, nobaskodtam itt, bár az a helyzet, hogy sosem, tehát hogy mindig ott volt Réda, ahol éppen kellett, most pedig kerestem és nem találtam. De már megvan.
Na gyere. Nyomod, Bayek, nyomod. Na, megjöttünk. Megjöttünk egy kis napi küldire. Az óra medzsája. Kereskedő barátjától elvitték az áruját. Mennyire kell messze menni? Értem. Hát jó. Jó, hát igazából egy kis felfedezés mit árthat? Nem, srácok? Olyan területre kalauzol minket a játék, amilyen 37-40-es szintű. És mi még ott nem jártunk egyáltalán. Ha jól sejtem, az egyik ott az obeliszkre mutat. Az a szinkronizációs pont. Úgy is lesz útközben egy másik. Hát amúgy ezt tényleg nem gondoltam volna. Van maximum szint a játékban, és hogyha igen, akkor az micsoda? Tehát azt tényleg nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan, tehát ilyen durván adogatja a szintet a DLC. Ez meglepett. Azt hiszem 50. Uh-huh. A második küldinek az ajánlottja az a 43. Vagy 44? 44. Az 50, aha. És jól tudom, hogy a 40 volt a max szint a DLC-k előtt? Mert azt olvastam, hogy az első DLC volt az, amivel most játszunk, ami megnövelte a szint határt. Paraitonion. Na hát ezt nem gondoltam benne, hogy te is szakértője vagy az AC-knak. Minden nap tanul valamit az ember. Minden nap megtud valami újat. Kijátszottad mindet? Wow! Hát nekem is illene. Nagyon-nagyon szeretem az AC-kat, de eddig még csak a kettőt meg a Brotherhoodot nyomtuk végig. És hát azokat se streambe. Tehát ez lesz az első AC, amit így streambe végigjátszok. 55 a max a teljes játékba? Ó! Oh. Célpont megtalálva. Na nézzük. Hey, what? Fuck! Fuck! És puk. Nézd meg!
Az utolsó DLC-vel lett 55, aha. Köszi az infót, srácok. Hát, ragadozói, szóval ennek örülünk. Hát, milyen messze van? Nincs olyan messze az. Jaj, de jó. Jaj, de jó. Fú. Halálra álltok. Hori! Amúgy meg csak elő kell venni a pajzsot, azt nincs gond. Először 40, aztán 45, és az utolsóval 55. Ó, oh, köszi szépen Mr. Shepard az infót. Még ennyi belefér, srácok. Még ennyi belefér, hogy nyomjunk egy szinkronizálást egy teljesen random, teljesen vadidegen ponton. Na most ki? Mi gondolta, hogy belém köt? Valaki belém kötött, de nem látom, hogy ki az. Ők is? Jó. Na. Nem engedt target lockolni, na végre. Ez a kedvencem, srácok, továbbra is a lovon háborúzás. Vége? Jó, mehetünk. Ötvenkettes szinten hagytad abba? Jó fele megyünk, te figyelj már! Ja... De miért erre megyünk? Jó, hát ő tudja. Tehát a GPS azt tudja, hogy merre kell menni. Lehet, hogy most... Teszünk egy nagy kerülőt, de hát a GPS az sosem téved, igaz, srácok? Imet nomos. Jaj, de jó. Ez egy hatos enemy. Sziasztok, sziai! A Final Fantasy felszerelés sikerült megszerezni? Aha. Hát ugye... Itt van a ló alattam, és... És a... Azt hiszem a kard, amit használok, az a Final Fantasy. Jézusom. Vannak, jó. Szóval igen, Flash Ghost Hunt meglett. Meglett bizony a pajzs is, a kard is, meg a mount is, amin éppen ülök. Én csak a szinkronizáló pontokat voltam összeszedni a DLC-ben, meg amit sikerült ellopni, amit látom. Hogyhogy nem... Nyomtad végig a DLC-t, Bazsi? Ez nem érdekelt?
olyan fura helyre vitt volna engem a GPS, szóval inkább azt mondtam, hogy jó, akkor elfordulunk. Ú, de szép basszus a játék. Mert mindig meghaltam valami helyen, meg nem nagy szinten mentem be. Ja, értem. Nekem kész rejtély volt, hogy mégis mi az a random küldés, hogy hogyan kell megcsinálni, de végül meglett. Nekem képzeld el, teljesen random lett meg az órás feladat, amikor a 15-öt kellett kirakni. Szóval én szívesen megoldattam volna normálisan, ahogy azt amúgy kell, de belákoltam. Pedig nem is brute force-oltam, tehát nem is erőlködtem azon, hogy na most majd meg lesz, hanem egyszer csak meglett, amíg így úgy voltam vele, hogy hát még adok magamnak egy kis esélyt, amíg nem kezdek el gondolkodni, hogy hogy kell megcsinálni, és meglett randomba. Na hát... Neked utána kellett nézni? Nekem is az lett volna valószínűleg. Nem jövök rá, hogy mi van. Kiugrom ebből a toronyból, ahogy a Magi mindig teszi, amikor befejezi az imáit. Az összes istennel a csontjaimba fogok ugrani. Sértetetlen vagyok, ahogy Ré... Egy... Mi? Ahogy Ré örökké ragyogni fog. Egy leszek a nappal. Zhao a felséges. Hát ez nagyon jó, tehát hogy értem, meglett ez a pont, de hogy ez, mi ez a hely? Jézusom, mi ez a hely? Nincs itt semmi konkrétan. Ez borzalmas, srácok, ez a hely. Egy-két kérdőjel, azt ennyi. Ez itt a Paraitonion. Hát ez borzalmas ez a hely. Jaj, nem baj. Most már van itt is gyors utazós pontunk. Szuper! A lenyugvónap. Srácok! Ennyi lett volna mára az AC Origins-ezés. Ahogy látom, a DLC hozzáadott a Game Progression százalékához 2-t. Mi megléptünk 4 szintet. Tehát így nagyjából 2-2 és fél óra alatt sikerült 2%-ot, illetve 4 szintet lépni. Ez elég király. Ez elég király. Jól van. Összességében egyébként a DLC tetszik. Tök jó, hogy így gyakorlatilag kaptunk olyan küldetéseket az Origins-hez, amivel még jobban megismerhetjük a kezdeti bérgyilkosokat, a rejtetteket. Illetve még ugye nem értünk a végére, de folyamatosan ugye kettő helytartót már megöltünk, folyamatosan mondja az a két helytartó, hogy a rend örök. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez hová fog fajulni. Nagyon kíváncsi vagyok. És tetszik? Királyságos ez a DLC. A héten szerintem befejezzük, ugyanis azt mondták rá, hogy 4, azaz 4 óra hosszú, de a terveim szerint megcsináljuk a sztorit, a főszálat ebben a The Hidden Ones-os DLC-ben, és megcsináljuk az összes melléküldetés, ami elérhető ezen a területen. Aztán pedig megyünk tovább majd a következő DLC-re, ami a Fáraóátka, azt hiszem az a neve. És akkor annál is hasonló lesz a tematika. Aztán valószínűleg
Csinálni fogunk még melléküldetéseket, de nagyjából úgy, mint egy Witchernél. Tehát, hogy maradtak melléküldetések, és azok valószínűleg maradni is fognak, mert nagyon sok van, és mindegyiket élvezett megcsinálni, de hát majd meglátjuk, hogy mennyire haladunk jól, vagy rosszul, de ahogy megjelenik az új pókember, azt mindenféleképpen szeretném nyomni. Hogyha gyorsak vagyunk, akkor még mellékküldiket is csinálunk, hogyha pedig lassúak, akkor pedig sajnos a legtöbb mellékküldetés az alapjátékban az hátra marad.